Ismert dallamok ötletes átiratai is megszólaltak klarinéton. A németországi Iserlohn zeneiskolájának növendékei már számos alkalommal adtak koncertet Nyíregyházán. A Vikár Sándor zeneiskolával évtizedek óta partneri viszonyt ápoló intézmény múlt héten a megyeszékhelyen vendégeskedett. Idén a Black Sticks nevű klarinét kvártett képviselte iskolájukat. Unser Klarinettenensemble heißt The Black Sticks. A klarinét együttesünk neve The Black Sticks, vagyis a fekete rutak. Filmzenei betéteket fogunk előadni, például részleteket a Harry Potter című filmből, de emellett jazz standardek is el fognak hangzani. Ez az egyveleg nagyban gazdagította a zeneiskolánkat, mivel a legtöbb zeneiskolában klasszikus zenét oktatnak, de mi tekintettel vagyunk a könnyű zenére is, a jazzre, a popra, a filmzenére, és ezek nagyon jól meg tudnak szólalni a klarinétjainkon. Das können unsere Klarinetten sehr gut. A nyíregyházi és az iserlohni iskolák kapcsolata a nagy távolság ellenére élő, a szakmai együttműködés a pandémia alatt is megmaradt. A járványhelyzet előtt az intézmények képviselői minden évben találkoztak, vagy megyénkben, vagy Iserlohnban. Tanítási gyakorlatukban számos különbség van. Módszertanilag, mint zenetanítási módszertan, azért az ő tanításuk teljesen különbözik. Teljesen különbözik a korosztály, aki járhat az iskolába, más tananyagot tanulnak, nincsen elméleti oktatásuk, hanem csak ez a gyakorlati, más az ideje, ahogy ahányszor járnak. Úgyhogy teljesen más, de mégis zenéről beszélünk, és zenei intézményekről beszélünk, és mindig tanulságos egymással beszélgetni, és egy kicsi praktikákat ellopni, ez független attól, hogy most melyik országban vagyunk. Iserlohn 1989-ben kötött testvérvárosi kapcsolatot Nyíregyházával, vagyis az együttműködés több mint 30 éve tart. A két település korábban 32 ország 320 pályázata közül a legélőbb testvérvárosi kapcsolat címet is elnyerte.